Szeretettel üdvözlök mindenkit a Hollow Knight című játék következő epizódjában. Hát a mai epizódban szerintem meg kellene csinálnunk leginkább a Colosseum maradék kettő próbáját, de hogy ezt hát lehet, hogy nem fogom tudni megcsinálni, fogalmam sincs. Azért ez egy nagyon kemény kihívásnak ígérkezik. Viszont előtte még szerintem elmegyünk arra a helyre, amit megjelöltünk magunknak. Ott az a piros ajtó. Az nincs is annyira szuper messzire tőlünk, úgyhogy szerintem csak leereszkedünk, aztán utána már könnyebb lesz oda bemenni, és akkor felfelé meg bemehetünk a Colosseumba akár. Ezzel ma este biztos, hogy el leszünk. Nem kell amiatt aggódni, hogy nem lesz mit csinálni, hát... Förtelem. Förtelem lesz az első Colosseum próbával, trial-lel már megküzdöttünk az elmúlt epizódban. Most már csak a második és a harmadik szintje áll előttünk. Remélem, hogy jó. Várjál, ott lent van egy pad, ott át tudjuk állítani a csármokat. Ez azért lesz fontos, mert odabent a csármokat nem annyira fogjuk tudni használni. A kompeszt és a geószedőt, úgyhogy szerintem azok nélkül megyünk majd. Jó fele vagyunk amúgy? Ha még egy kicsit jobbra, balra, bocsánat. Ezek mindent is mondanak? De micsoda jó zene volt ez itt a szünetben gyorsan. Száj volt a kis szünetet betenni ide, amíg megszavaztátok, hogy mivel játszunk ma este. Ez azt jelenti, hogy akkor holnap szombat van? Jó erőseket csapkodunk, amúgy nem mondom. Ugye most 150% a damage-ünk köszönhetően annak a csárnak, amit használunk, és ez rögtön meg is látszik, hogy írdatlan nagyokat verünk oda. Van még nagyjából, szerintem félretéve egy 6000, nem tudom hány száz geó a zsebünkben, csak még nem vettük őket ki, és 12000-et kellene szereznünk összesen, ahhoz, hogy még egy darab csármat tudjunk ilyen végtelen felhasználásúra állítani a törékeny csármok közül. Ezt meg lehetett ütni innen alulról, de jó. Az pedig szíveket fog majd nekünk adni. Közel vagyunk már, most lemegyünk ezzel a liften. Tehát lemegyünk a liften. Már szombat van 47 perccel. Jaj, hagyjuk már. Majd hogyha aludtunk és felkeltünk, majd utána lesznek nagy változások. Hát addig... Ne, várjál lefele. De ez még meg is tud ütni engem. Majd kíváncsi leszek, hogy vajon a Colosseumban szembe kell nézni. Vajon olyan lényekkel is, amikkel eddig még nem találkozhatunk a végigjátszás során sohasem. Az biztos, hogy ma nem lesz hiány akcióból. Hát mire azokat megcsináljuk? Állítólag csak egyszer kell a belépési díjat kifizetni, és akkor utána már ingyenesen mászkálhatsz hozzájuk befele. Meghalt egy ijász valahol, jó Isten! Jönnek rájuk a lovasok. Köszönöm szépen 100 bitet Moldy Sundaynek. Nagyon hálás vagyok, amiért támogatod a csatornánkat. Elköszönöm, és képen ezt még itt hagyom. További jó szórakozás, szép álmokat mindenkinek, neked is, és örülök, hogy láthattunk egy kicsit, és gyere vissza máskor is, szeretettel fogadunk, meg várunk, meg mindent csinálunk, szia! Itt át tudunk menni? Ez jó kérdés. Hogy innen is átengednek el. Aha, nem látszik, de van átmeneted. Jó, ez régóta kérdőjel volt a fejemben, hogy vajon itt van-e valami. És így felfele. Szerintem a love key az biztos így lesz elhasználva, ugye? Nem mondod, hogy nem. Tehát akkor ide fogok leesni, hogyha jobbról visszatérünk ott felül. Ti megcsináltátok már a Colosseum küldetéseit a játékban? Van köztünk olyan, aki ismeri ezt? Majd mindjárt megérkezik szerintem Kendall is, amikor megérzi a Hollow Knight szagát. Én majd aztán elmond nektek mindent itt a játékkal kapcsolatban. Ez egy hely, ahol... Nem, egy kicsit jobbrább. Micsoda, igazi gumibogyós trémek peregnek? Azt a mindenségét. Szólj neki, hogy jöjjön, mert számítunk rá. De felfelé innen nem is lehet menni. A cím is az, hogy az én hibám. Micsoda? Mi viccelsz biztosan. Akkor meg kell kerülnünk ezt az egész helyet. Nem fogunk tudni innen sem felmenni. Itt kell jobbra fölé menni a dolgoknak.
De mi is Hollow Knight-ot streamel? Beszarás. Még a végén visszacsalom a platformra. Csak eltalált még az utolsó köpettel. Igen, gondoltam. Mi mást? Mi mást is érdemes streamelni, mint ezt a csodajátékot? Tehát ez mindenki számára szerintem egy iszonyatos nagy kaland, aki belefog a végigjátszásába. És ott vagyunk, hogy fölöttünk egy kicsivel kellene beugrani balra. Hát jó nagyot kellett kerülnünk. Zeldát? Pedig micsoda jó játék a Zelda. Jainál lehet néha látni Zeldát, hogyha valaki szereti a Tears of the Kingdomot. Bocsánat, a Breath of the Wildot. De ez most nem a haverunk? Nem, csak nagyon hasonlít rá. És itt fent kilakik. Nem kell nekem ide feljönnöm, csak kíváncsi voltam. Kíváncsi voltam, hogy mi lenne itt. Hogyha felugrálnék szép lassan, de hát annyira magas ez a pályarész. Viszont messzire elmegy. Kis pénzgyűjtés azért nem árt. Úgyhogy még jó, hogy felveszem a geókat. És itt kell lemenni, és itt lesz ez a hely valahol. Alattunk és balra. Itt megyünk be. A Tower of Love. És ide illesztjük be a Love Key-t. És mi lesz oda bent vajon? Nagyon nevetnek a háttérben. Ezeket ki kell szabadítani? Ki az, aki bezárta őket? Nem lehet velük kommunikálni. De lehet csúszni a falon. Ha itt nem raktak el semmilyen titkosat. Egy gráb is lesz itt? Biztosan lesz, hogyha ezek itt vannak, nem? Itt már fentebb nem mehetsz. Ez boss aréna. Kollektor! Oké. Ezt tudom sebezni egyáltalán? Én nem is láttam, hogy ő valamit ott összegyűjtött és megnyomott vele. És lehet, hogy őt magát nem is sebzett, hanem a lényeket kell elverned. Ja. Nem biztos, de lehet. Nem, őt is sebzem. Lehet, hogy tudok healelni egyet? Igen. Most nagyon kapja. Meg vagyok vele. Szerintem healelek. Nem, ez ennyi volt. Oké, legyőztük a kollektort. Ennek lehet, hogy van egy erősebb verziója is. Grábok! Sziasztok! Rögtön három darab. Jaj, nagyon-nagyon jó ez, hogy három darabot sikerült innen kimenteni. És megvan a kollektor térképe. Ez megmutatja a bebörtönzött grábok lokációját. Hát az nagyon jó. És nézd, ott van egy lent a Hive-nál. Ott van egy lent az Ancient Basin-nél. Amúgy annyira sok már nem lehet. Ott is van egy Deep Nest-ben. Meg ott, ahol nem is tudnánk, hogy hogy lehet bemenni. A Teachers Archives-ban is van egy balra fent. Green Path-ban. Őszintén megmondom. Én ezeket összeszedném szívesen. Nem lenne baj, hogyha ők ki lennének szabadítva, mert akkor tutira valami nagy rewardot kaphatnék. Hát a Hive alatti
Az jól el van ott dugva, azt nem is látjuk, hogy hol van. A boss aréna előtt lehet valahol felmenni, gondolom. És akkor ezt a jelölőt most már levehetjük innen. Itt fölöttünk van a Colosseum. Én szerintem most rámegyünk a Colosseumra először. Gondolom, hogy mást innen már nem nagyon lehet összeszedni. És nem is lehet vele megküzdeni még egyszer. A kollektorra. Nagyon megvertük ott a végénél. Ez a Quicknél, meg az erősítés, amit a Fragile Strength-ből kapunk, csak ugye nem Fragile formában, mert 15.000 geó ki lett fizetve azért, hogy örökké megmaradjon, ha meghalunk akkor is. Azért ez iszonyat kemény cucc. Hát nagyon-nagyon meg lett gyalázva. És hogyha most felfele mennék, akkor jöhetnének a Colosseum harcok. Ott viszont át kell állítanunk teljesen mindent. Ott fogjuk megkapni szerintem a hiányzó zsetont, ahhoz, hogy megcsinálhassuk a... Ott van valami? Fragile Heart-nak a teljessé tételét, vagy nem törékenyé tételét. Azon kívül még van egy ilyen törékeny trinket, amit, vagy charm, amit még megerősíthetnék, csak nem hiszem, hogy... Nem hiszem, hogy arra szükség lenne. Az a Greed. Több zsetont tudjunk farmolni. Nem hiszem, hogy ezen kívül már másra használnánk zsetont majd. Lehet, hogy bent van a longnél. Most ahol vagyok, fölöttünk van a Colosseum. Aha, jó felé jöttem végül is. Hogy átdesseltem rajtuk, ez tök szerencsés volt. Ez kevésbé, ez már jó. Hát a Colosseumban szerintem mindenre fel kell készülni. Már rögtön a level 1-nél is voltak olyan problémák, hogy megállni, healelni, azért mégiscsak meg tudtak ütögetni. Ez lenne a Colosseum? Már jobbról lehet halni, hogy itt vannak. És akkor most... Várjál, még nem begin, még lemegyünk, leülünk egy kicsit, átállítjuk a dolgainkat, hogy minden a helyére kerülhessen. Lehet, hogy el fogunk bukni egy pár szor, én nem gondolom ezt lehetetlennek, sajnos. Van még egy notch, ami felhasználatlan. A Gathering Sword nem kell, a Compass az nem kell, a Void Heart-ot nem tudod levenni, az Unbreakable Strength, a Dashmaster, és a Quick Slash az mindenféleképpen szerintem egy olyan dolog, ami jól jön ehhez a harchoz. Olyan sem ártana, amitől gyorsabban tudok esetleg gyógyulni, nem? Hogyha használjuk a Grim Child-ot? Meg a kis pókokat? És akkor azok mindenkire ráugrálnak, extra damage-et visznek be. A nail artokat egészen végig nem is használtuk a játékban. Sharp Shadow, hogy távolabbra dash-eljünk és a dash is sebezzen, szintén egy okos kitaláció. Hive Blood nem fér bele sajna, Thorns of Agony. Ha valami megsebez, akkor én is visszasebzem őt. Ez az, igen, ez a gyorsabb gyógyulás. Szerintem erre szükségünk lesz. És akkor most nem fogunk távolabbra ütögetni. Lehetne olyat is, hogy távolabbra vesszük a támadásainknak a hatósugarát, de... Én azt mondanám, hogy a gyorsabb gyógyulás az egy ilyen arénában az lehet, hogy nem jön rosszul. Meglátjuk, hogy ezzel meg tudjuk-e csinálni a második trial-t. Azt mondja, hogy geóért és egy ritka fémért küzdesz. Itt is, ja, a második trial adja a pale ort. Akkor viszont már nem marad sok az utolsó megszerzéséhez. És akkor rögtön mehetünk. Na hát szorítsatok nagyon, srácok, ez kemény lesz. Nézzük. A hülyék Colosseuma. Egy megvan. Nézzük, mennyire gyorsan healerek. Oké, eléggé gyorsan. Eddig szuper. Az miféle lény? Ilyet még nem is láttunk. Üskék jönnek alul.
Oda nem kellett volna leesnem. Eléggé sok lelkünk van, azzal nincs gond. Hoppá, ez három ütéses, bocsánat. Eddig jó. Csak eltalál. Felfelé is képes köpni. Nem volt jó a leesésem. Meglehetősen bután sikerült. Healelni itt most tök jól tudnék, ugye? Persze. Ha leesik, akkor robban, vigyázz. Platformok lejönnek. Eddig jól vettük az akadályokat. Lefele csapkod, majd meghal. Ez igen szerencsés volt egy ideig, aztán elmúlt. Hol jönnek az ugrálósok, a kedvenceim? Hát ekkora damage-en nincs gondom. Ó, mekkora ez. Ez mindig baj. Összefoltak minket. Hoppá! Akkor inkább csináljuk így. Felmászhatok? Fel is fogok. Mi jön ezután? Ez egy... Ez grab? Nem, ez nem grab. Healing. Egy healing. Két healing. Négy csapás. Egy healing. Eddig nagyon-nagyon jól megyünk. Gyönyörűen. Hoppá, vigyázni. Nem essetek le. Nem esetünk le, nincs föld. Szia, Chuba Chill. Van-e Perry a játékban? Van olyan, hogy összecsaptok, de olyan, hogy retaliálsz utána a counter-elszer nincs. Leestem. Figyeljünk most. Menjen két healing. Nem Perry alapú a játék. Három csapásosak, vigyázni kell. Ezek sokan vannak így már. Oda kell figyelni, hogy hova csapkodunk. Jó, kettő healing. Hoppá, 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 hoppá. Vigyázni. Megint elkaptak. Healeljünk hármat gyorsan. Még egy healing. Csak eltalál. Kétszer. Kettő HP-m hiányzik. Még jó, hogy van időm. Eddig jó. Ebből baj lesz. Ja nem, ez a köpködős. Azt hittem ez az, amelyik a izét csinálja, hogy így pattog. Ha pattogna, abból lenne a baj. Vagyunk, de szerintem boss fight következik. Feltöltjük a szoljainkat. Ennyi! Meg vagyok vele! Nem volt boss fight. Megvan a hódító trial-je.
ez nagyon gyorsan ment, és kaptam ezer geót. És egy pél ort, nagyon jó. Ezzel lehet fejleszteni a fegyverünket, csak még egy hiányzik sajnos, nem tudjuk, hogy hol van az utolsó. És akkor most kellene rápróbálni még a legutolsóra is? Jó volt ez a gyors healing szerintem. Aha, aki nem fizette ki, az nem mehet az utolsó trialra. Szóval fizessük meg a 800 geót, és utána bemehetünk. Hát... muszáj. És ezret kaptunk 450-ért a másodikból, ugye? Na, kinyílt az új próba számodra. Remélhetőleg csodálatos lesz a performance-od, mondják, és... ez itt már a hülye próbája. Küzdj geóért, és a dicsőségért, hogy hülye vagy te is. Aha. Hát akkor gondolom nincs más választás, menni kell. Hülyék leszünk. Hüha. És hogyha idő előtt befejezném, én azt hittem, hogy nagyon sokáig elleszek ezzel. Bár lehet, hogy a hármas szint az nagyon meredek lesz. Nézzük már is. Nem jó volt. Ez jó volt az a lövés, vigyázzunk. Eltalált sajna, nincs több healingem. Az ott mi volt? Ott mi talált el? Ilyen nem kell. Kevés az időnk most a mindenre is. De eddig jók vagyunk. Pont rám rakták sajna. Vigyázzunk a tövisekre. Az most az alsót összezúztam. Ineljünk kettőt. Eddig szuper. Csak eltalál. Nem mondod, hogy még ott el tudod találni. 1, 2, 3 healing kell az életpont. Vigyázzunk. Gyere, gyere, gyere közelebb. Megvan. Ajaj. Jött más is. Ja, még itt is van egy, aha. Van 3 healingem. 2. Jó, túléltük, mert a két healing. Az micsoda? Ez a pattogós szar. Ez mindig csak a gond meg a baj. Bár itt most úgy néz ki, hogy nem tudott nagyon ugrálni. Annyira nem, mint szeretett volna. Jó, hogy nem időre kell mi. Eddig minden jó. Ez könnyű eddig, jó ez. Hoppá! Most jön az érdekesebbik része, úgy látom. Hát kell, hogy jöjjön ide. Be tudod oda köpni sajnos. Hát ezt spelleznem kellene? Hoppá! Na ez csúnyi volt, hogy milyen kitérés csinált oda, nem? Egy-egy gyógyítanék, egy megvan. Kettő megvan, 1, 2, 3. 3 HP-m hiányzik. Itt megállunk healelni egy kicsit. Ó, valami ott fent. Hogy esett onnan le? Megvan ez is. Szia, mert a jó pihenés, köszönjük voltál! Healing. Ez nagyszerű. Aj, ne, eltalál. Az megvan.
Nagyon szép, nagyon-nagyon jó volt ez. Tele vagyunk HP-val, minden oké. Na ez viszont baj lehet. Ez egy boss volt régen. Hoppá, alattunk kijönnek a kis haverja is. Kilejünk gyorsan kettőt. Valahol van még valami? Lehet, hogy még van egy felül? Nem, ennyi volt. Vagy mégsem? De barom vagyok. Ez már a következő szintje, aha. Ellezhetnék is, csak felesleges a lelket erre pocsékolni, amikor a healing is tök jó, hogy ilyen gyorsan működik most nekünk. Az alapjáték végigjátszásában nem csináltam meg ezeket a kolosszeumokat. Nem tudom, hogy mennyire ment volna. De most nagyszerűen haladunk szerintem, nincs ezzel gond. Ilyen sokáig kell ilyenkor várni a kettő izé között. Mi történik vajon? Hát nem értem. Valahonnan nem spónol le. Bebugolt volna? Nem már. Van ilyen, hogy bebugol. Vagy láthatatlan? Nem értem. Ennek lehet, hogy utána fogok mindjárt nézni, hogyha már ennyi időt adnak arra, hogy szórakoztassuk magunkat. Ezt nem értem. Nem kéne így lennie, az biztos. Nem lenne szabad, hogy ez történjen. És ugye nem is tudod, csak újrakezdéssel. Rájött elindítani. De nincs itt. Nem lehet, hogy le kell mennem a Colosseum alá? Leteszem a kontrollert egy pillanatra, bocsássatok meg. Azt mondja, Trial of Fools. Trial of the Fool. Hát. Itt tartunk, hogy megcsináltuk már a hátán a Wave 10-et is. Wave 17 is van, úristen, nagyon hosszú ideig megy amúgy. Ja, nagyon jól ment eddig, és aztán tökre megállt. Hogyha ti is akarjátok velem nézni, hogy mi lehet a baj, itt van egy link hozzá. Szerintem a 11-es wave-nél voltunk talán, vagy nem is tudom. Szia Petyka, hogy vagy, Mizu?
Minden oké, és na örülök neki. Szia Mandragóra, hogy vagy? Tehát azt írják a Redditen, hogy nem fog előre menni, igen. Nem tudom, mi történt, kérek segítséget. Menj és menj ki a menübe. Újra kell kezdened. Jaj. Szomorú. Akkor nem lehet mit tenni. Ez már az, hát ez már a végső trial lenne a játékban, és képzeld el, hogy bebugolt, nincs itt az enemy sajna, akit el kéne intéznünk. De legalább látnám, hogy hol nem találjuk el. Nem, bármit olvasok itt utána, sajna. Nem is látom, hogy hol lehetne. Nem lehet, hogy... itt van, nem. Másik sarokban esetleg. Lelkek nélkül kellemetlen. Nem is tudom használni. Nem. Nem látom, hogy hol van. Ha esetleg még volna egy hull, ami megfagyott volna, vagy ilyesmi. Nem. Van vagy 18 wave, hogyha jól láttam a link alatt. Ha vége lenne, akkor megkapnánk a rewardot, meg jönne boss, gondolom, meg ilyenek. Sajna ki kell, hogy lépjünk, nem tudunk mit tenni. Hát, újra elkezdjük, megcsináljuk még egyszer. Azt írja a Viki, hogy egyet életben kell hagyni. Mi van? Azt hol olvastad, hogy egyet életben kell hagyni? Ilyen van, hogy nem ölheted meg az arénában. A 9. wave végénél egyet életben kell hagynod. Hát te nem mondtad, hát te nem figyelmezheted erre sem. Micsoda? Nézzük még egyszer. Trial of the Fool. Igen. Levegyünk 9. wave. Én ezt nem látom. Hol írja? Nem, hagyj egyet életben, hogy farmold a Dreamnél el a Soul-t. Nem, azt írja, hogy egyet hagyj életben azért, hogy tudjál esetleg lelket farmolni. És spawnolnia kellene Folly, azt a lényt, azt a fehéret minden 8 másodpercben, amíg a Soul Warrior-t le nem győzöd. Soul Warrior az pedig nem jött meg, tehát ő nem spawnolt le. Ez egy bug volt sajna. Hát ennyi. Megyünk még egyszer. Volt egy kis agymenés, durván megszivattuk asszisztensen. Két bevetés is ismerősen megbeszél, bilincsbe vittek ki, meg volt ilyen, mit csináltam. Az igen. Na, megrendeztétek, hogy vigyenek el bilincsben, és igazából nem is csináltál semmit, és megrémült. Hát ezek ilyen katonavicek lehetnek szerintem. Várjál, előbb el kell kezdeni. Igen, lerakod a Markot, mehetsz. Szia Rastaman, hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét! Na lássuk. Örülök, hogy rögtön 2-3-at elpocsékoltam healingből. Újra 3-at kell, hogy 4-et kell, hogy healeljek. Nagyon nem jól állunk. Három HP-n van mindössze? Sajnos ide jött rám. Marad a healing. Csak hát nem állok rosszul. Ilyen jól össze tudok csapni velük, nem? Tök jó, hogy így lehet. Egy. Benne van, nagyon jó. Az leesik oda, és akkor itt is van egy. Egy, kettő, leesik oda. Lehet egy healing. Végül is kijöttünk. Egész jóra. Jó, hogy kettes sebzés nincs.
Aha, ott az, az sokat sebzett, viszont erre oda kellett volna figyelnem jobban. Nem baj, van még healingünk. Ezeket könnyebben intézni. Ezeket utánuk kell rohangálnunk ugye folyamatosan is az. Kicsit kellemetlen. Ez az. Egyet meghagyunk. Így. Nem mondod, hogy eltalálsz. Ezek nem jelentenek gondot, tehát ezek a farmold a lelkeket közben, meg ilyesmik. Tia nice chillax, hogy vagy Mizu? Ezek mindig el tudnak találni, én nem tudom, hogy sikerül. Ez így förtelmes. Felfele is ugyanúgy köp, mint hogyha oldalra köpne. Nem híleltem, béna voltam. Ne köpdös már a léci. 2, 3. Érkeznek a... mi a nevük? Garnipede, vagy nem tudom. Giant centipede-ek. 1, 2, 3. 1, 2. Ajjajjaj. Gyázott, le ne es, kis haver. Van időm healelni legalább. Nem akarom, hogy köpködjön. Az. Healelni szeretnék, de nem fogja engedni szerintem. 4 HP-m hiányzik. Oda kell, 5 HP-m hiányzik, oda kell figyelnünk. Csak eltalál. Így, 2 healing még beleférhet. Szólokat kell farmolni most nagyon. Most ne bugoljon be, léci. Léci. Lehet, hogy hagynom kell, hogy spawnoljanak 8 szekenként. Light, soul, light. Aha. Működött? Kérdezi. Itt van a lélek farming, ez megtörténik. Most milyen? Megérkezett végre. Ez megvan. Megyünk felfele megint. Uha, ez egy boss. Vigyázzunk, mert elektromosan támad. Ez kellemetlen. Meg vagyunk, nagyon gyorsan meghalt. Ez jó lesz, 2 healing. Elég szar helyen vagyok, nem mondom, igen. Healeljünk. Hát... most oda kell figyelnünk, hogy mit csinálunk. Egy megvan. Nem baj, jó az, szép volt a mentés, nagyon király. És jön még egy darab. Csak beleesek. Mert a healing, 1, 2, 3. Még egy healing, nagyon jó. Esélyük nincs ekkora damagéval szemben. Haladunk. Az mi lesz? Semmi, ami problémát jelentene szerencsénkre.
De lehet, hogy mégis. Mennyi HP-d van neked? Kicsit összenyomtak. Uha. Oké. Okay. Nem értettem, hogy mi történik. Siessünk. Középállás. Jobbra. Balra. Eddig szuper minden. Healingből lehetne több is nálam, de jó ez. Most ne éljünk a talajhoz. Eddig jó. Eltalál. Eddig szuper, ez az. Kettő, gyönyörű. Egy, kettő, eltalál. Vissza. Ennek a köpködők, vigyázni, és leesel. Kapunk egy platformot egy rövid időre ilyenkor. Így fogok meghalni. Istenem, egy HP-n van. Nem láttam a lövedéket a francba. Hát hiába. Így sikerült elbuknunk a tizen nem tudom hányadik wave-nél már. De addig nagyon szépen sikerült előre menni. Visszakapjuk a geóinkat, és még egyszer kezdjük a trial-t. Legalább elszórakozunk vele, és nem az van, hogy rögtön átmegyünk rajta. Újra. A harmadik próba, hát elsőre lehet, hogy meg lett volna, tudod, hogyha nem fagyott volna meg a játék ott annál a pontnál. Ilyenkor lelkek nélkül kell elkezdened a trial-t. Healing hiányzik, az jó. Három hiányzik, egyet visszatesz, kettőt visszatesz. Kicsit agresszívabb a hozzáállásunk, több healingem is hiányzik már így, öt darab. Sok lesz az nagyon. Kettőt még ráteszel. Jaj ne, hát nem leesek. Most healernem kellene? Szerintem igen. Mindig ott halok le az előbb, te is. Nem csodálom. Meglepetésként ért engem is ez a rész. Eddig szuper, healing egy darab. Két HP mínusz. Egyet még ráraksz, így. Most jönnek ezek az idegesítő kis szarok. Tudom, hogy mindig azt fogjani, hogy mechanika diff. Egy más mechanikát kell ott alkalmaznod, az a baj. Miért vagyok most béna? Csak rámugrik. Teljesen átjön, nem tudod megállítani. A támadásod nem veri őt vissza. Ezt csináld már, hogy itt el tud találni. Beköp oda is. Innenhova beköp. Menjen egy healing. Innen fentről még egy, kettő. Hogy bírod, Liffy? Bírod még? Utolértem, sajna. Jó, még mindig ott tartunk, hogy... Aha.
platformok még megvan. Szegényeket hogy hátrörögtem. Jó, lent vagyunk. Egy healing kiszalad. Két HP-m hiányzik, de nem baj. Élhető még. Két HP-m megmaradt. És akkor most jönnek a... ezek, igen. Ezt csinálta, hogy oda beköp alá. Meg oda is. Kevesebb a lelkem, jóval kevesebb a HP, mint eddig volt. A Dreamnél farmolás. Francba. 5 HP, 0 lélek. Mindenhol engedi jól. Nem ki kell számolni, hogy mikor fordul oda. És nézd meg, azonnal rád fordul. Inkább egyet tartok érdem, mert kettővel csak szívunk. Eddig nagyszerű. Jó lesz. Szájéletpontot nyernünk ebből. Nem szabad sem elbíznunk magunkat, sem pedig. Azaz, nagyon jó. Félváról venni sem lehet. Nézd meg, hát nem elrontom még a végére. Szerintem még egyet beleteszünk. Most menjen. Nagyjából közel vagyunk a full soulhoz. Ilyen messzire eljössz. Kicsit korai volt a dash talán. És érkezik a problémás rész. 3, 4, megvan. Egy healing, akkor rögtön rá is mehet. Gyász, az rossz volt. Kétszer meg van ütve. Meg vagyunk vele. Az szép lövés volt, nem mondom. Hoppá. Két healingem hiányzik. Ide jöttek healen ilyenkor? Igen. És még egyet. Hát erre nem számítottam. Inkább kitankolom így, és akkor őt meg el lehet intézni nyugiban. Haladunk, haladunk. Nem állunk rosszul, gyerünk. Ebből jön a lélek. Két healing gyorsan. Ezt így le kellene spellezni. Nem volt ez rossz végül is. Most volt, amikor jön a centipede és kiállsz balra. Vagy Garnipede, vagy mi volt a neve? Ezt nem csinálták nehézre azért. Na most jön, ami még nem volt. Garpede, aha. Ezek a legocsmányabbak. Francba. 3 HP, vigyázni.
Egy, kettő, három, vissza. Egy, kettő, három, vissza. Egy, vissza. Jó lesz, még 3 HP megvan. Hát ez kemény. Belegyökött. Mennyi healing időm van? Van még, jó lesz. Vissza is töltünk. Meg kell várni őket, hogy random megjelenjenek. Ez nagyon HC-nak tűnik most, ez nagyon-nagyon kemény. Jézusom, és ideugrálnak az összes mindegyik erre a platformra. Egy HP-n van, gyorsan healing, most van egy kis időnk. Nagyon jó, még healing, gyorsan, egy. De hülye vagyok, egy, kettő, három, négy, vissza, egy, nagyon jó. Gyönyörű. Healingre van idő? Van idő. Nagyon jó, mert még egy. Nem jó, nem jó. Most lesz jó. Csodálatos. Még egy healing. Gyász, nem volt healing. Három HP vissza. Megvan megint. Jön még. Valami érkezik, valami boss. Oha. Én még vele nem találkoztam. Haver. Köpköd is, mint az állat. Gyorsan el kell mennem hílelni a... Nem hagyja, hogy híleljek. Egy HP. Sajna, vége. Hát hiába. Őt nem ismertem, nem tudtam, hogy mire számíthatok. Strength, Quick és Quick Heal. Igen. Nem volt azért rossz próba így elsőre. Ha meg akarod nézni, akkor van egy Quick Slash-em, az Unbreakable Strength, a Dash Master és a Quick Focus vannak bent jelenleg. A Dash Master-t én nem venném ki, szerintem szükségem van rá. Viszont nem tudom, hogy a Quick... Hát nem, a Healingre is szükségem van. Az Unbreakable Strength a 150%-os csapás, tehát 50%-os extra erő. Háromnak a helyére. Elég effektívnek tűnt? Határozottan az. Igen, szerintem is. Nincs vele gondom. Visszaszerezzük az utcainkat és megyünk akkor még egyszer. Csapó 4. Nem állítok át szerintem semmit. És mehet a következő. Jaj, hát te még nyomod. Szerintem csak nagyon jó ütemben elkapva lehet bármit is csinálni ezekkel. Hoppá. Nem láttam az alsót jönni. Hoztál egy smoothie-t? Az, ami magyarul smoothie-nak mondják. Az keményen elszállt. Smoothie-nak mondják magyarul. Jelenek egyet.
kiverem a maradékot belőle. Így. Eddig nagyszerű. És most. Sajnos ilyenkor eltalál, mert béna vagyok. Jaj. Figyeljünk oda. Ezek az ugráló szarok a förtelen megtestesülései. Én még a Quicknél a szerencsére gyors munkát végez rajtuk itt középen állva. Na hát, hogyha tudod, hogy hova fog leesni persze, akkor tök jó vagy. Ha nem, akkor nem vagy jó. Lehet, hogy ilyenkor automatikusan téged céloz, tehát úgy van beállítva, hogy a falról feléd ugorjon. Gyerünk, kíváncsi vagyok, mit fogok kapni ezért, hogyha teljesítem. Es le, ne legyél béna, les, ne legyél csicska. Egy healing, el fog találni ott bent eltalál, igen. 4 HP-m hiányzik, mert egy majom szabású vagyok azért. Na jó, tudod mit, tőled most megszabadulok. Amikor már csak egy van, akkor könnyebb dolgom van a healinggel. Jó. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet. Felállunk ide. Hát ez most nem megy olyan jól, mint eddig, az szent. 2. Nem jött elég healing a folytatáshoz, de nyomjuk még. Kérlek, hogyha így rontod el. Ezt a szartot fent, ezt meg kell gyilkolni, nincs mese. Ez az, ami ellen nem tudok egyszerűen mit csinálni. Hát mondjuk ez is durva. Béna voltam, bocsánat. Nem, ott nem tudom, hogy hol vesztettem el a fonalat. Határozottan nem voltam jó most. Ez a vihar előtti bénázás. Most bemegyek, de ketté vágok mindenkit azonnal. Almali, banánpüré, sárkánygyümölcspüré, guanabanapüré, guávapüré. Az jól lehet egyébként. Tiszta egészséges leszel, nem félsz? Kéne egy messzebbre csapás. Nagyon jót tenne. Istenem, nézd meg ezt a förtelmet. Menj innen! Megvan a lélek, megvan a minden. Az rossz szögben áll, ugye? Kicsit a fenti most jó. Most van healing idő. Szia Dark Wolf, jó pihenés neked. Köszönöm, hogy itt voltál velem ma is. Jó, eddig szuper minden. Gyerünk. Másik oldalon voltam eddig. Hát a healing, összekövetést, a csumacsilnek, üdvít nálunk.
Üdv a vészkorúsban. Jaj, beragadtál, vigyázz. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Jöhet még több. Nem állunk fel a platformokra, felesleges. Kiszámíthatatlannak tűnik a mozgásuk teljesen számomra, nem tudom, hogy miért ennyire nehéz megjósolnom, hogy látod ezt? Tehát nem tudom, hogy hova ugrik tovább, de lehet, hogy szándékosan direkt úgy mennek, hogy flyerre nyomják magukat oda. Igen, szerintem a te pozíciód van belőve célnak itt ennél. Pont oda ki volt számolva, ugye? Bele egyenesen, ugye, ahogy szeretjük. Nagyon jó volt. Tudtam, hogy benyelem. Mindenhonnan kapom, vigyázzunk. Menjünk fel. Nem fent, inkább lent, megyünk hílelni. Eddig jó, most jön a Garpeed. Egyet hílelhettem volna esetleg. Talán most. Förtelmesek. Elsünk. Most jön az viszonylag egyszerűbb rész. Számítva a macska fost, ami fentről köpköd rád. Át kellene dashelni, nem kellene beleállni feleslegesen, mert megint be fogod nézni. Egyáltalán. Nem baj, most van healing. Valamennyi még, most jönnek az álmodók, vagy legalábbis az álmos izék, baromságok, és rögtön eltalálnak. Ezt hogy sikerült megcsinálnod? Remélem nem bugolunk be. Nem, jönnek még. Van a lélekfal, másik irány. Egy darab jött. Akkor hílelünk egyet. Feltöltjük magunkat. Mindjárt tele vagyunk. Inkább így legyen már is tele. HP megvan. És folytatódik az őrület. Ez gyors. Gyors és tiszta munka volt. Varak le lentre. Nagyon szép munka, gratulálok magamnak. Jó, most lehet hílelni. Felülről könnyebb dolgom volna. Nem baj, ez még beleférhet. Mert csak egyszer kell így. Nem volt jó a healing. Három heal. Fullban vagyunk, minden jó. Megvan a lélekszám. Az mi volt az a támadás? Nem is láttam jönni.
Ennyi még belefér. Most jönnek a centipédek, ugye? Hát jó, de a bossnál mit fogok csinálni vajon? Oda kellene valamit kitalálni, ami nem a face tanking technikám, mert ezt, hogy leveszek arccal mindent, és közben annyit verek kikkel bele, hogy nem igaz, az most nem működik itt, úgy látom. Persze lehetne majd még lassan még egy darab fejlesztésünk. Kettő HP hiány, de... 3 HP hiány. Istenem. Hallod? Ezt ahogy el lehet rontani, én ugye el is rontom most, ugye? Talaj nélkül nem a legegyszerűbb azért küzdeni, de nem is lehetetlen. 2 HP. Ne csináld! Ne! Az, hogy balra nyomtam a támadást, az leszedett a falról. És nem is támadtunk arra. Kitapasztalni szeretnék, kicsit segítetek a bosshoz. Nem öltem, de láttam róla a videót. Kitapasztaljuk. Van még idő a ma estéből. A legjobb az, hogyha az ember magának fedezheti fel ezeket a dolgokat. Na lássuk még egyszer. Irázzuk a csuklónkat egy kicsit, lazítunk. Ja, rendes volt, hogy megkérdezted. Ugró támadását, akkor most a face tanking lesz. El onnan, nem jó helyen vagyok. Nagyon nem jó helyen vagyok. Engedett, hogy híleljek? Érdekes módon igen. Csomó időt ad neked. Nyilván a pofánkra rakják. Hopp, az mi volt? Az mi volt, ami ott eltalált? Istenem, odafigyeljünk, ne fáradjunk. Koncentráció, gyerünk. Amúgy azokat a fanta lövedékeket vissza lehet verni. Nem volt jó ötletet megállni, gyógyulni. Még maradt egy kevés naftánk. Kétszer, háromszor. Ennek a... Na, ez mi volt, ami most ott eltalán? Ja, hogy jönnek a izék is, igen. Jó. Az ugrancsok következnek. Most kell megszednünk magunkat lélekkel. HP-nk az jól van, már csak a lélekszámon kell javítani. Ilyet lejön, ugye? Nem jön le. Ez akkor is leugrik, ha nem akarod. Á, nyilván rám pakolja magát, azt a minden itt derohadék. Undorító. Nege úgy csinál, mint ébrennék. Szia, Liffy, jó pihennést. Kösz, hogy itt voltál. Inkább legyünk türelmesek, mint halottak. Azt mondom, most odafigyelj. Na hát!
Ne csináld már, ez a szar, ez a nemezisem, ez az egy kicsi nafta szar. Ez az, ami engem mindig meg tud gyilkolni. Felállunk ide, hílelünk. Ele vagyunk, minden rendben. Full healing, és egy három healingre elegendő tartály áll a rendelkezésünkre. Ez hogy történhetett? Így. Az igen. Rögtön rám rakják. Még ott is eltalál. Ez most majdnem nagyon szép volt. Ennek az álmodók? Igen, vagy legalábbis a Soul Sanctumos boss majmok. Nehogy túl gyors legyek. Jaj, ne! Jó, jó, megvan, megvan, megvan. Szerencse. Ugye, hogy a lehető legrosszabb? Tehát ettől rosszabbat nem is találhatnál. Ennek nagyon nehéz kiszámolni, hogy mikor gyorsít rá, mikor nem. Engéd, mennyire lesz gyors. Meg vagyunk a lélekszámmal, mehetünk. Ismert. Szar helyen vagy most. 1, 2, 3, nem jó. 4, megvan. Oké. Ez még belefér. Lényeg, hogy pusztuljon el onnan. Nem szeretem azt az áramos mobot. 1, 2, 3, 4. Belefér. Hogy sikerült eltalálnotok? Hát szórakozz már! Nem jókor nyomtam a hír... Hoppá, 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 bocsánat! Csak eltalálott is. Okosan, ne szarjuk össze magunkat. Kicsit meglökött a fal talán, nem? Kevés ez a HP mennyiség. Nagyon jó volt. Eddig beleférhet. Talán még lesz valami. Talán még kijövök ebből valahogy. Á, nézd meg már megint mit művelek. Hogy lehetek ilyen nyomott? Most a rémálom rész. Szuper.
Maradjunk fölöttük és minden meg lesz, ez az. Négy HP. Hogy lelökött volna a rohadék mi. Mehet a healing. Girándozós barmok jönnek. Ha leesnek, akkor jók vagyunk. A legtöbb leesett talán. Ugye nem azt akarod mondani, hogy pont rám tud ugrani onnan. Várjál, várjál, várjál. Ezt a rohadt mindenit. Jó, most a másik ugrását elrontotta. Hiába ez pokolian rossz volt. És most még jön valami lehetőség, hogy felszedjem a maradék HP-t. Hát, hogyha így játszom, akkor nem. Ha ilyen béna vagyok, akkor egy HP-m van, és csá. Ilyen rendes, hogy megvárja, nem? Dreamnél el lehetne esetleg belőle valamennyit kifarmolni, vagy az... abszolút a lehetetlenség? Á, nem. Na, ez jó volt, ez jó volt. Félj tőlem, harcos, mondja. Kénytelen leszek így megjátszani. Eljátszadozunk vele egy kicsit. Nagyon jó. Én vagyok a legerősebb, mondja. Belezúzzak a porba. Nem tudsz engem megsebezni. Én vagyok a legerősebb. Kis barátommal lehető legtöbb lelket szedem össze most éppen belőled. Nagyon szerencsések vagyunk egy boss fight előtt ezzel, hogy itt megállhatunk egy kicsit. Meg is vagyok mindjárt. Kimaxoltuk a lehetőségeinket, és mehet is. Jaj, Istenem, pont rám teszi. Az meg utolér, az igen. Kemény face-tankingolások láthatóak mindenütt. Nyomtam a dash gombot, de feleslegesnek bizonyult. Egy-két healing még. Na és most? Csak nem a boss fight újra, de hogy nem. Úgy volt, hogy jobbról megérkezett, és a vadállat az át is ment a jobb oldali, vagy balra? Most eltalált? Ez a God Tamer, és felugrik a fal mentén. Sajnos is elkapott hiába minden. Próbálkozom a gyógyulással. Meg tudom csinálni ezt így a... Nem, ott is elkap. Menjünk ki healelni. Nem volt jó ötlet. Ide jövök healelni. Egy, kettő, három. Nagyon jó. Ha Istenem. Egy megvan. A vadállata az megvan. És akkor... Én most nagyon megerősödik, ugye? Ja, hogy ennyi! Jaj, hát én már rákészültem, hogy akkor ez így... Holy shit. Azt hittem, hogy még le kell győzni őt is pluszban, mert nem fogja jó szemmel nézni, hogy a hátasát azt legyilkoltam. És akkor így nem is tudsz belemenni a...
ez volt a végső trial. Mi következik ezután? Én köszönöm a GG-ket, nagyon kedvesek vagytok. Megvan a rengeteg cucc, és mit mondtak? Mit kapok még? A pénzen kívül valamit itt még ennek adnia kellett volna, nem? Üdv újra harcos! Egy igazi hülye folytatja a harcokat még akkor is, amikor már több dicsőséget nem lehet szerezni. Azt mondja, hogy mutasd meg, hogy milyen hülye vagy, és folytasd tovább a... Hát én köszönöm, nem. Maradt van, de azt is lesebeztet, külön HP-juk van. De pont egyszerre haltak meg. Az viszont akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencse lehetett. Lesz itt még dolgunk? Ezzel még nem tudtam csinálni semmit szerintem. Miért zavar ő engem, kérdezi. Lehet, hogy még egy pont belement, aha. Hát nagyon nagy mák volt, ha belement. Ötször kellett újra próbálni sajnos. De azért tényleg hát a legnehezebb trial, ennyi újra próba azért legalább legyen benne. Tényleg meglegyen az a nehézségi szint, amit az ember elvár ettől. És ez még semmi nem lesz ahhoz képest, ami szerintem a leízett a tenyerem, ami a izében jön majd. Pantheonban. Azt el sem tudom képzelni, hogy milyen fajta kihívások várnak ott ránk majd. Colosseumtól most átjöttünk jobbra? És itt mi van ilyenkor? Le van zárva ez a rész. Szerintem én itt voltam annó. Ki van lent? Ó! Hatalmas lélekforrás. Kollektor lement, ahogy látom. Aha, igen. Azzal kezdtük a mai epizódot, hogy bementünk a... Hát az nagyon... A semmi nem volt. Össze-vissza vertük, ahogy... Mi ez? De ki vagy? Ki a fene vagy? És mit keresel itt? Te eddig nem voltál itt. Mi ez? Grubok mennyire leptek meg? Nem leptek meg, hogy érted? Vagy hogy nála volt néhány, arra gondolsz? Örültem neki nagyon. Ki vagy? Ja, és ez egy ilyet lerak, aha. És ez ott is marad? Berendezi a pályát neked? De ez milyen enemy? Mi a fene ez? Ez egy kis mit ugrálsz, igen. Elássa magát a földön, á. Szerintem itt maradt még attól függetlenül, nem? A longnél az nagyon sokat segítene most vele szemben. Nem hisz, hogy nyomja, mint Malenia. Az Elden Ringben. Szegény, annyira küzd, annyira lehet halni, hogy nem akarja, hogy meggyilkoljuk, de mit lehetne tenni? Hát most... Ő nem barát. Megváltozott a menetirány, ugye? Amikor eleget ütsz rá, akkor megint eltűnik. Tail Lurker a neve? Aha. És ő hogy nem volt itt eddig? Mi kellett hozzá, hogy megjelenjen? Meghalt. Ő adta a Simple Key-t, Istenem! Hát ez nagyon kellett nekünk. DLC és mob, ez a kulcs, ez nagyon kellett, ezzel megyünk a Junk Pitbe és megnézzük, hogy mi az a hatalmas nagy izé. Aj, nagyon jó. Hát ez ennél jobb nem is lehetett volna. Volt egy olyan megérzésem, hogy a múltkor nem emlékszem, hogy mi volt itt a Colosseumtól jobbra, és hogy most ide be fogunk jönni, és íme itt találtuk meg azt a hiányzó utolsó kulcsot, a második is elég úgy emlékszem. Második micsoda? Adok egy pohár vizet magamnak. Valamelyik szint kiütése. Ez mit jelent, hogy egy szintet kiütsz a játékban, hogy... Ja, Colosseumnak? Ja. Azt hittem, hogy egy régiót kitisztítasz, hogy ilyesmi. Ja. Jó.
Hát, hogyha ez is megvolt, akkor mehetnénk még összeszedni egy-kettő grabot esetleg, vagy megpróbálni lejutni a junk pitbe. Ott az Ancient Basin alatt furcsának találom, hogy jaj, nézd! Ott van egy árat lefele, amit nem vettem észre eddig. Na, oda azonnal le fogunk menni. Akkor ahhoz, hogy innen átjuthassak oda, miért nem van bejelölve, hogy hol vagyok? Azért, mert nem vettem fel magamra a trinketet hozzá. Honnan jöttem be ide? Remélem innen. De akkor itt a másik oldalon nincs semmi. Nem, itt nincs semmi. Odafent sem láttam. Jó, vissza az arénába. Folytatják a küzdelmeket. Ezt meg lehet csapkodni? Nem. Vissza kell raknunk a cuccainkat, hogy tudjunk értelmesen haladni majd. Nagyon jó volt ez a quick focus, ez iszonyatosan nagy segítségemre volt most talán. Mi lenne az az egyes? Sprintmaster? Ez hogy néz ki? Próbáljuk ki. Ez olyan, hogy nyomod egy ideig jobbra a játékot, és akkor sprintel? Itt látszólag, itt már igen, aha. De jó, ez tök jó, mert gyorsabban megyünk tőle. Na, ez tetszik. Ez jó, hogy ilyen gyorsan tudunk szaladni. Utol érnek? Nem érnek utol. Nem érnek utol soha! Most nézzük meg, hogy hol is vagyok. Hol is vagyok? Nem is vagyok. Itt nem... Dedre, erre kell menni. Aha. Ez lesz az. Jó felé vagyok. Erre, mert itt szerintem tüskés lesz. Aha. Hogyha megnézzük a térképet, most már látni fogjuk, hogy Mizu van. Lenne egy grab alattunk jobbra a Hive felé. Meg... El kellene menni a középállásába a metrónak is. Én szerintem a Hive-os grab az prioritást élvez. Itt ez, erről beszélek. Hogyan mentünk be a Hive-ba? Nem lesz közelebb most már út, tehát innen kell oda mennünk. Összekövetést a Bordi 95-nek. Mi a helyzet, hogy vagy? Nagyon gyorsan megyek most. Azt a mindenit. Hát szuper gyorsan szalad, ez egy állat. Nagyon tetszett, hogy meg tudtuk csinálni a küldetéseket most. Ez annyira örülök neki, hogy csináltam most végre valamit, amit az előző végijátszásban nem csináltunk meg. És szerintem nem szedtük össze az összes grabot sem, úgyhogy én még arra is kíváncsi volnék, hogy mi történne, hogyha most azzal is foglalkoznék, hogy azok összejöhessenek. Lefele kell mennünk, alattunk. Szóba kerül az a mindenen átmenődés? A feketére gondolsz? Nem. És csak. Nyomsz egyet, és nézd, a fekete pöttyök beléd szállnak. Ja, fehér? Hogy érted, hogy mindenen átmenő fehér, de... Ja, ez? Nem, ezt lehet nyomni. Ez egy olyan képesség, hogyha elkezded a játékot, akkor nincs meg, de hogyha csináld a játékot és mész előre, akkor előbb-utóbb rá fogsz akadni, és onnantól kezdve eléggé király. Ez miért van ott bezárva? Nem jöttem rá, hogy ezt hogy kell kinyitni, viszont itt a falon keresztül kiütöttem, amit ki kellett. Lehet, hogy ez szándékosan úgy volt megcsinálva. Igen, ezzel nagyon szépen lehet haladni a térképen. Most átmenjünk itt jobbra. Sokat segít. A Fragile Heart-ot is megszerezhetnénk. Még akár a mai epizódban. Ez mondjuk egy kicsit most megbántott. Nézzük csak, azt mondja jobbra és lefele, jó. Jobbra megyünk, lefele megyünk. Tök jó, hogy ennyire rengeteg lelket adtak itt. Ez itt fölöttem, az a Tower of Love, aha. Amit megcsináltunk a mai epizód elején. És nem tudom, hogy hol eshetek le, meg hol nem. Ennek a helynek ez a nehézsége szerintem, hogy nem tudod, hogy hol van alattad a mob. És akkor az, ami ott van, azt szerintem az innen nyílik. Antal Bogi, tehát te még nem alszol? Nem lehet igaz. Hogy lesz ez?
ez a holnapi nap, meg ez a mi egymás. Meséltek már napotokról, mert annyira benne voltam ma a címekben, prezentálásokban, hogy tökre kimaradt nekem az, hogy foglalkozni tudjak veletek, és ez mindig egy kicsit bánt engem, hogy elmennek így az esték, és tök jól érezzük magunkat egyébként, legalábbis remélem, hogy aki betéved ide, az is jól érzi magát, de az mindig szokott egy kicsit bántani, hogyha úgy megy el egy este, hogy bele vagyok szívódva egy játékba, akkor végig dumálom az egészet, aztán utána ott ülök este, hogy hát király, király, csak senkivel nem beszélgettem úgy rendesen közben. Még körömrágva nézni, mi történik. Na ez az, ami nagyon kedves dolog, csak beszélgetni sem hártana ugye közben. Oda kellene figyelnem. Több interakciót kellene. Réka Rókánál vagyok. Fárasztó volt az utazás. Mi annyira messze raktok egymástól? Bogi mohitózott? Az igen? Az igen. Azért kemény berúgásokra lehet akkor számítani. Az ország valamelyik szegletében. Ez már a hive-ba vezet át, ugye? Nézzük meg. Ez a bejárat lesz az, ami nekünk kell. Aha. Halljuk is már oda bentről a szuperméheket. És viszont nagyobb damagén van, mint amikor legutóbb bejöttem ide, úgyhogy nem kell félnünk semmitől. Még ettől a furmánytól sem. Legyen furmánya neve, az szerintem illik rá. Förtelen maga. Álljunk, megnézzünk körül. Kicsit fentebb. Tele vagyunk Gio-val. Működik a Geoport szívó. Még egy picit fentebb. Nem, innen megyünk. Két eszközön nézitek a streamet? Ez nagyon szuper kedves dolog. Hát de mind a kettő, hogyha irogat, akkor kettő eszköz kell, ez egyértelmű, igen. Az mi volt? Ja, hogy szétvált kicsi ízékre. Most nézzük meg. Elméletileg jobbra van egy grab valahol. Ah, de itt hol? Hol lehet az itteni grab? Lehet, hogy nem is innen kell menni, hanem egy kicsit lentebbről, vagy fentebbről? Hogy fúrja, mint egy állat. Lehet, hogy úgy akarják, hogy innen lőjem át magam. Ott fent, az micsoda? Az micsoda volt ott fent? Szerintem ott kell bemennem. És akkor ezt így érdemes innen megindítani? Majdnem. Nem egészen, de igen, talán így lesz a jó. Be lehet menni balra? Ha be is lehet, nincs ott semmi. Ott lesz, annak kell lennie. És akkor ez volt az a lépcsőfok, ahonnan elrugaszkodtam, és... jó szar volt, még egyszer. Hogyan lehetne normálisan felmenni oda? Gyerünk, nem jó. Nem sikerült belekapaszkodnom, pedig közel volt. Ez az! Hát ez nagyon el volt ide rejtve. De most, hogy megvagyunk... Szevasz mámamó, hogy vagy? Ennyien szépen papához haza. Nyomod. Azt hiszem, hogy akkor ezzel is megvagyunk. Mi van még? Ha megvan ez a grab, akkor innen kellene lemennünk a metróhoz, megszerezni azt a grabot, amit még ott sem láttunk. Nem hiszem, hogy túl sok van már hátra. Colosseum megvan, szintből kijönnek a másik oldalán lesz emlékeim szerint. Nem merek átrepülni, félek, hogy valamibe beleakadok, mondjuk így. Oda nézzenek! Oda nézzenek!
Antal bogály morcosra itta magát, kötekedősre itta magát. Dreamgate-et most hova visz? Vissza a Seerhez, aki már nincs ott, vagy Sage-hez. Kötekedik, látod? Ez rengeteg alkohol. Nem tesz jót, főleg ilyen fiatal korban. Én a rékaróka helyett mondtam volna neki. Bogi, ne csináld, hallod? Sok lesz. Istenem, ennek a kemény hajtartások. Sage. Resting Grounds. Itt lakik. De már elment. Neki kellett a Dream Essenciákat vissza... visszegetni. Nem tudom, mi a neve. Szerintem vagy Sage, vagy Seer. Oda kellett leesnem, az volt a legjobb. Az micsoda? Na hát, ingyen Geo, és ezt még nem szedtem ki eddig, hoppá. Most lefele kellett volna mennem a metró irányába, és egy állomást utazni vele. Oké. Na hát akkor megállunk a izénél. Jézusom. Hol is? Mondjad már 4-es metrónak mi az első állomása. Mindig elfelejtem. Minden megtettem, de nem hallgatott rám. Éberen aludnék? Jelen föl? Nem. Az a végállomás. Az első állomást kérdeztem. Onnan nézve. Ja, hülye neve van annak a helynek. Narasztam van, látod? El is intézted. Most már eddig voltunk barátok a lányokkal, kész, vége van. De nem baj egyébként, figyelj, az a lényeg, hogy így áll majd sokat, Bogi, hogy ne legyen holnap nagyon rossz. Sok vizet, úgy értem, persze. És itt lehetett leesni, és ezt nem vettük eddig észre. Milyen állatok laknak ide bent? Ez itt boss aréna lesz? A metró alagútban? Pedig itt van valami. Hát most jövök a Colosseumból, Géza. Ember, most jövök a Colosseumból. Mondta a hős Orbán Viktor. Na figyeld, még azért laknak. Mi ez a kerepelő? Ki ez? Szia, de régóta nem találkoztunk. Lotty, barátom. Elintézted az összes szörnyet itt? A másik vége a keleti pár. Igen. De nem az volt a kérdés. Sajnáltam, mondom, hogy én bujkáltam. Ezek a szörnyű lények üldöztek engem, én pedig szaladtam. Hogyha nem jöttél volna, ki tudja, hogy hogyan éltem volna túl. A többiek azt hiszik, hogy egy nagyon hírhet harcos vagyok én, a nagy méretemből fakadóan. De ennek a királyságnak a lényei, hát kíváncsi vagyok, hogy... És azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nem vagyok számukra meccs. Tehát, hogy... Nem... érted? Bakusa. Nem tudok szembeszállni velük, elég. Nem tűnődhetek itt a gyengeségemen. Te példádból kell erőt merítenem. Annyira magabiztosan viselkedsz a csatában. Nem mutatsz félelmet az ellenségeid előtt. Megpróbálom én is ugyanezt tenni. Igen? Várom, hogy következőleg találkozzunk. Kicsi megmentő utána... Már egy bátor harcossal fogsz találkozni, igen? És hol? Micsoda szerencse, pont jókor jelent meg. És milyen őrületes skilljei vannak. Aha. Nagyon hatalmas példaképű harcosként. Jó lenne, hogyha tanulnék tőle. Hol jelenik meg ő legközelebb majd? Tök jó lenne, hogyha kiállhatnék vele szemben. Egy ilyen... harcos trialben, vagy nem tudom miben. Ó,
itt is van ám valami. Ne csináld, hogy egy úristen! A harmadik pél orr. Ez mi a fenét keresett itt? Hát ez hogy lehet? Jesszusom. Csak úgy tök random rátaláltam. Esküszöm, hogy nem néztem utána meg ilyenek. Ez full random. Ez itt volt. Hatalmas. Most akkor meg lesz az utolsó fegyverfejlesztésünk. Hát ezt álmomban nem képzeltem volna. És itt lakik lent a grab? Igen. Szia! Ehetsz mémamó, nyomod. Hát nagyon-nagyon szerencsések voltunk, most egymás után kétszer is találkoztunk egy bosszal. Szereztünk 2 pale ort ebben az epizódban. Megtaláltunk 2 eldugott grabot. Mi van még itt? Mi fér még bele? A Deep Nestben volna nekünk 2 grab. Őket a Queen Station-től megközelítve lehet, hogy könnyebben elérhetnénk. Teacher's Archives is ott van felül. De be tudunk menni alulról? És még fentebb is lehet menni. Akkor szerintem az lenne az értelmes, hogyha átraknám a Queen Station-be esetleg a kapunkat, tudod? Mondjuk, hogyha most itt vagyok, akkor innen oda a kékhez be kéne menni, a Junk Pit-be be kellene menni, és ezt most le kellene innen venni. Jó. Az lesz, hogy elmegyünk és felerősítjük a pengénket. Nem tudom, mennyi pénzt fog érte kérni, valószínűleg nem keveset. De nem érdekel. Kifizetem! Amúgy is a grabokból jó sokat fogunk kapni majd, nem? Jobbra nem kiüthető? Ez nem. Meg itt már nincs semmi, elméletileg, nem? Vagy szerintetek van itt még valami? Szegény Bogit elüldöztük. Jai, neked is voltak ilyen nagyon kemény berúgós éjszakáid fiatalabb tini korodban? Hoppa, de nem akartam volna amúgy beesni. Hoppa, tudnék még max nézni, szerintem nincs. Erre mi volt a kérdés? Hogy nincs arra semmi? Aha. Téged csak az úr szeretete részegít, ez gyönyörű. Nem is megyek metróval sehova, mert jó helyen vagyok. Ott kellett volna felugrálnom, és akkor ott keresztül állt. Mert meg kéne néznünk azt a haverunkat ott annál a pontnál. Tudod, ott valakivel szembeszálltunk. Nem itt mész le, hanem itt mész fel. Nem is ittam. De most akkor nem volt mohítózás? Réka, hallod? Átmegy vendégségbe, és egy mohítóval nem kínálod meg. Hát mekkora ciki? Hát így... Én biztos, hogy nem mennék hozzátok vendégségbe. Várjál, mert ez agresszor. Akkor lehet, hogy kiderül, hogy szegény ivott volna egyébként, mert teljesen ki van vetkőzve magából, hogy na, mikor iszunk már, Jézusom. Vágod, még mindig ezt a hülye mókit nézi, mikor kerül már elő a tequila, meg a citrom, meg a só. És már remeg a keze érte. Na szép, na most tessék, ugye? A vendég szeretet, ez nagyon fontos. Kemény vendéglátásokban, csak itt nálunk a twitch.tv.hókáson. Inkább leestem. Ahogy ott megtámadott, én úgy nőttettem, hogy jaj, jaj. Így van. Holnap iszunk akkor? Jaj, hát miattam nem kell. Miattam nő még alkoholt nem ivott. Abban biztos vagyok. Nagy kiakadások nem voltak szerintem. Menjünk jobbrább, és menjünk fölfele. Ezt a helyet, hogy utáltam. Ja, majdnem baj volt. És itt át lehetett menni keresztben is. Sőt, lehet, hogy át kell mennem keresztbe. Nem. Viszket az orrom. Bocsát, meg ásítozom is. Viszket az orrom nagyon, mert ez a hülye allergia szezon, ez most már tényleg így elkezdődött. Kim voltam a locsolni. Azzal indítottam, hogy kiléptem, de olyat tisztentettem, hogy nem igaz. Azt hittem, hogy megsüketülök. Dobhártyámban szétmegy. Emiatt hozok rád egy lime-os Millert? Hát... De jó az amúgy. És hogyha ide lejössz... Itt lakik a... kakiharcos. Igen, szia! És most már megnézhetjük az álmait.
Ez igen? Ez a Dunk Defender erősebb verziója következik, ugye? De a sprint az nem kéne. És az álmában ő Wide Defender. Én félsztankolok, engem nem érdekel. Figyelj, nagyon sokat csebzek rá. És hogy ki van, nem? És ilyenkor direkt megsebez. Nem volt jó. Utolsó HP-m és eltalál. Hát de most nagyon sokat kell belesebezni. Ez nem semmi. Rengeteget kellett csapkodnunk. Direkt kiálltam itt mindenféle támadását. Nem is tudom, hogy most... Nem is tudjuk átállítani a csármjainkat. Jó, mondjuk nem baj az, hogyha így sprintelek, mint egy állat. Úgy szalad ez a karakter. Hollow Knight így még nem szalad. Vagyis, hogy veszel. Vagy nem tudom, ki vagyok. Lovag vagyok. Ezen kell átbessálnem, ugye, amikor így leugrik a föld alá. Akival dobál. De milyen gusztustalan egy hely ez. Tudod, mint inkább healerek egyet. Akkor nem. Mint a kidobósoznánk olyan. Eltalál egy HP. Jaj! Te rossz irány volt és mégis jó lett. Most fog rádurvítani ezek szerint. És rögtön egy HP-ra letesz. Hogy aztán meggyilkoljon. Aha. Jó, itt nem lehet healelni, csak úgy, hogyha a gyorsított healinget használnánk, az sokat segítene. De most óvatosabbak leszünk, látjuk már, hogy hol kell dodzsolni. Amikor lemegy a földön, akkor mindenképpen érdemes volna. Tetszik ez a helyszín, tele szarva, nagyon jól néz ki. Hol van kis haver, nyomod? Ezt már nem szabad megengedni neki, hogy itt eltaláljon. Itt is rosszul tettük, hogy hagytuk neki ezt. Eltalál. Ilyenkor is eltalál, tehát ilyenkor jobban jelsz, hogy csapkodod akkor ezek szerint. Kaki védője! Majdnem bement még a healing, de nem ment bele. Mindig a lábad alá céloz, úgy látom. Átrölögtem magam bele a kakiba. Mehet a healing. Mehet a healing megint. Rék a delay-ben van. Kiderült, hogy most ő iszik, nem? Van lényeg, hogy érezzétek jól magatokat. Na, legyőztük a Wide Defender-t. Nem akartam én megbántani egyik ötöket sem. És ezzel nem kaptam több állom eszenciát, mert kimaxoltuk. Ó.
Egyikötök csak chatet használ, és streamet a másik nézi, nem lesz delay. Milyen igaz? Barátaim, megvédem szeretett királyságunkat. Legyen bennem hitetek. Újra találkozunk mindannyian. Megígérem. És ez volt az ő nagy álma. Ez tök jó egy kis boss fight volt. Mi történik, hogyha valaki még egyszer megcsinálja ezt? Tényleg kaptunk három eszenciát. De bele lehet menni még egyszer? És akkor... hogy jössz ki ebből? Gondolom, hogy nem kell nekem még egyszer megküzdenem vele, ugye? Lehet, hogy de. De most erősebb? Te hülye, ez erős. Ez most sokkal erősebb, mint eddig volt. De miért ilyen durva most? Mi történik? Ez hülye. Mi a fene folyik itt most? Ez most már duplán sebez. Meghaltam. Ez az egyetlen Dream Fight, ami többször üthető. De miért többször üthető? Mármint, hogy mit kapsz? Egyre erősebb? De mit kapsz, hogyha végigmész rajta? Vagy ez csak annyi, hogy ha akarod, akkor az eszenciákat kiszedheted belőle a 2400-as True Endinghez. És semmi más értelme nincs esetleg. Most át kell mennünk a fővároson felül, és felerősíteni a pengénket. Én ezt nem tudtam, hogy ez így megy. Nincs értelme szerintem. Pélor megvan, a grábokat megszereztük. Ötször üthető, az azért nagyon-nagyon meredek cucc. Hát, hogy ez csak azoknak van, akik ultra brutális kihívás szintet keresnek, nem? És akkor... Raba, nyomod! Elméletileg a Fragile Strength, ha jól tudom, az ugyanannyi erőt képvisel, mint hogyha egy szinttel magasabb lenne a fegyverednek a szintje, ugye? Egyel többet üt minden új szinten. Igen, de miért? És ez azt jelenti, hogy ha most megint felerősítjük, akkor már még attól is jóval erősebb leszek, mint amennyire most vagyok. Pedig most is rohadtul táp a karakter. Azt nem oda kellett volna. Már most is nagyon-nagyon erős karakterünk van. Szerintem ez nem ment így eddig. Lehet, hogy ki kéne vennem a pénzt, ha már erre járok. Előbb nézzük meg, hogy mennyibe kerül, vagy előbb vegyük ki a 12 000-et. Nem, biztos, hogy nagyon sok. Tudod mit? Legyünk okosak, és nézzük meg a... mit írnak erre? A Pale Ore. Hollow Knight. Ki fogja írni szerintem a fejlesztések költségeit. Neil Smith, igen. Azt mondja, hogy... Azt nem látom, hogy mennyibe kerül. Ötször üthető. Aha, de miért? Geóért és Pale Ore-ért. De miért nem írja, hogy mennyiért? Nem keresem, hogy mennyi pénz kell ehhez. Eszenciát kapsz az elsőre. Life Blood Icon. Dunk Statue of the Night. Hogyha ötödszörre legyőzöd, akkor kapsz érte egy Life Blood Icon kaki szobrot. Micsoda? Mi ez a Life Blood Icon kaki szobor? Szia, Csumacsil! Jó pihenést! Köszi, hogy itt voltál! Mi a fene lehet ez? Vagy ez csak egy ilyen collectible item, amiért jár egy achievement, aztán ennyi? Life Blood Icon az az ikon nevét. Másolta a telefon. Akkor amit kapsz tőle, az a kaki szobor? Dunk Statue of the Night. Life Blood DLC-t jelenti. Oké, de hogyha megkapod a szobrot, azzal mit lehet csinálni?
Erre kíváncsi vagyok. Zotéval meg fura, hogy nem találkoztunk. Nem a Colosseumban kellett volna Zotéval találkozni? Mint hogyha azt mondta volna Kendai valamelyik epizódban. Várjál, lehet, hogy megnézzük azt, hogy... The Knights 4, igen. Default weapon damage 2500, 4000 és 3 pale ore kell. 4000? Az mondjuk nagyon sok. Nagyon sokba kerül a végső fejlesztés, és nekem szükségem lenne 12000-re. 4000, akkor 4007, akkor szerintem nem lesz nekem elég ahhoz, hogy megcsináljuk a dolgainkat itt most. Itt, hogyha felmegyünk, benézünk hozzá. Ha minden pénzem is nálam lenne, akkor sem lenne elég, ugye? Ez azt mondja, hogy 900 x 3, 2700, 1600, 4300, és akkor még ez 2400, 4300, 6700. 6700, meg 4700, az 11400, még 600, hát egészen pontosan 581 geóra van szükségem. Az az 581, az szerintem összeszedhető. Úgyhogy eladjuk ezeket. Egy árkéneg. Na ez aztán egy ősi dolog. Ezek a relikviák az igazi Rise of My Profession. Tehát, hogy a legnagyobb kincsek számára. Tudás van bennük eldugva, de nagyon-nagyon nehéz és fájdalmas kivonni belőle. Viszont egy nagy megértés átsejlik rajta, hogy ez a civilizáció lehet, hogy azt állítja magáról, hogy ez az első, de valami más is létezett Hellonest előtt ennek a helyén. És annak az elfeledett korba, abban az elfeledett korba egy ilyen kis keskeny betekintést nyernek, vagy nyújtanak ezek a tojások. De jó. Olyan kis király lórja van ennek a gémnek. Még egy árkéneg. Hát, nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy valakinél kettő is legyen egyből. Minden kollégám engem fog irigyelni, ha bár sokkal könnyebb lesz a kis pénztárcám, ezáltal az is biztos. Szóval a Hellonest idők előtti időkből származnak ezek a tojások, de nem csak az maradt abból a korból. Lehet, hogy találtál már olyanokat, a régi szobrokat, amik eltárolják a lelket. Azok is bizonyítják a létezését. Micsoda? Csak nagyobb és faragatlanabb formában? Aha. Adjuk a Hellonest szíleket is ide. Hát csak oda azt mondja, tessék. Van még belőle 6 darab, nem tudom, hogy hány darab van egyébként belőle. Te vagy a legjobb kollektor, akivel találkoztam. Hamarosan már nem lesz hely itt a boltomban, hogyha ezt így folytatod, mondja. Aha, megint ugyanazt mondja. Még van kettő. Ez az utolsó, ami nálunk van. És akkor van még a King's Idol-ból kettő nálam. De kár, hogy pont nincs elég. Szóval kíváncsi voltam sokszor, hogy hogy is nézhetett ki a király maga. Mert hogy mindig ilyen ragyogó figurákban ábrázolták őt ezzel a koronával, meg minden. Kíváncsi vagyok, hogy úgy sejtem, hogy sok múlik a képzeleten is. Egy olyan király, aki azt keresi, azt várja az alattvalóitól, hogy őt istenként tiszteljék, hajlamos arra, hogy elrejtse a kis hibáit, gondolom, a testének. Nem tenne semmi jót, hogyha egy ilyen egyszerű bogárnak néz neki. Zotéhoz vissza kell menni Dirtmouth-ba, az is lehet, oké. Úgyhogy már ilyen sokat elhoztál nekem, a többi Relic Seeker azt fogja gondolni, hogy megőrülök a királyért. Akit is álltatok itt. Igazából csak irigyek lesznek az én gyűjteményemre. Az még többet mondja. Oké, szia! És tényleg 581 hiányzik ahhoz. És lemegyünk, megcsináljuk a fejlesztést. Kivessük azt a csármat is még. Már nem vagyunk sokra szerintem a
fullos cuccok összeszedésének a összes csár, mert tudod, amikor megvan a 40, akkor megkapod az áldását a... Nem tudom annak a mobnak, hogy hívják azt a mamát, ilyen nagyon furi egy lény az. Mindig nevet. Megérkeztünk balra. Szia, Black Myth, a Wukonggal fogsz játszani? Szia, Masoker, igen. A megjelenés napján, hogyha a Nintendo, nem, bocsánat, a PlayStation Hungary is úgy gondolja. Sajnos előfordult már a múltban, hogy megértek egy játékot, és utána a nagy Sony nem küldte a PlayStation Hungary-nek a kulcsokat eléggé gyorsan, ezért aztán a magyar streamerek sajnos csak úgy tudtak belekezdeni, hogyha megvásárolták maguknak a megjelenés napján, vagy pedig, hogyha... Ha megvárták, ugye, máskülönben nem lehetett. Hónapokat visszatértél. Látom, van nálad pél, ó, ritka, egy érc az. Odaadom a 3-at, meg a 4000-et neki. Van egy valami, aminek meg kell tenni az OT-hoz. Igen? Micsoda? Na, hát akkor bele is kezdek a munkába. Ez a végső fejlesztés. A kardunk mostantól a Tiszta Penge nevet birtokolja. Na, befejeztem a megmunkálását. Sokkal erősebb, mint valaha volt. Olyan erős, amilyen csak lehet. In only your weapon have I seen such potential. Csak a te fegyveredben láttam ilyen lehetőségeket végre. Íme a Tiszta Penge magasztossága. Várom majd a vodokat. Gyere nyugodtan élőbe is, hogyha ráérsz esetleg valamikor. Belegondolva, hogy milyen hamar eljött ez a pillanat. Egy pillanatra ki kell, hogy lépjek, mondja. Hová megy? Bretta ott van a fungál vészben. Na hát. Mit csinálsz itt? Így, hogy létrehoztam a Tiszta Pengét, Tiszta, nem tudom minek nevezzem. Hát ilyen tű lenne talán, meg inkább arra is hasonlít. Szögre nem annyira, és legfőképpen nem köröm. Néla neve, szerintem tű. Így egy élet munkára, munkája a végéhez ér. Az utolsó kívánságom, hogy érezzem, ahogy az lecsap rám. Könyörgöm, vágj le. A végső pillanattal az életemben meg akarom kóstolni a pengének az élét. Ennyi idő után nem szolgáltam rá. Ennyi? És levágtam. Jaj, ne már. És nincs itt. De bele is halt. Hát ezt nem akartam volna amúgy, hogy meg is halljon. El kell mennünk a Grabmasterhöz. Hát ez komoly cucc, nem hittem volna. Várj csak, innen nem lehet lemenni? De ez pont levezet, nem a izébe? Ha itt leugrálsz, akkor pontosan oda fogsz érkezni a Junk Pitbe, ahol nekem lennem is kellene még. Elméletileg. Úgy emlékszem, hogy erre kinyitottunk egy utat oda. Ritkán jutok el ide, most lettem boldog apuka. Jaj, nagyon király. Hát ez csodálatos ír. Sok egészséget kívánok nektek, és boldogságot is, meg mindent, ami ezzel jár. És pozitív. A negatívokat meg kell élni, aztán majd elmúlnak. Csupa jóságot nektek. Nagyszerű. Nagyszerű királyság ez. Ide lent találtuk ezt a furcsán lezárt, leláncolt valamit. Látod ezt? Ez mi? Egy egyszerű zárral van bezárva. Ez egy báb. Használd a kulcsot? Igen. Mi lesz ez? Azta. Megkaptam a Gut Tuner-t. Ez egy olyan eszköz, ami hatalmas lények erejével rezonál. Vagy lényével. Hatalmas erő lényekkel. Keresd Hellonest isteneit. Hangold be az erejüket. És emelkedj fel
Az erejükön keresztül? Hogy? Ez lenne a Pantheon DLC? Nem ismerem ezt, nem gondoltam volna, hogy ez innen nyílik. Azt hittem, hogy a Colosseum valami izéje lesz ez. Mi a fene? Azt mondják, hogy itt istenkáromlás zajlik. Azt mondja, hogy te vagy a crawler, meg a cringer, meg a legkisebb minden kicsi közül. Milyen jogon birtok háborítasz itt az istenek otthonában? Takarodjál el. Hű, és itt ki lehet exitelni? Aha. Hát ez egy következő epizódnak kellene, hogy legyen a tartalma. Mi a fene? Ezek a legdurvább kihívások a játékban ever? Ide kellene leraknom a visszatérőmet. Mármint kívülre az ajtóhoz. És itt mész előre és kinyitja az összes ajtót neked, és akkor jönnek a challenge-ek. Mi a fene? És hogyha most rámegyek egyre, akkor mi történik? Pantheon of the Master. Le kell vágni. Mi az, hogy bindings, nail, shell, charm, soul? Ez mit jelent? Gods of Nail and Shell. És akkor választhatsz egyet? Mi az, hogy bindings, megkötés? Ja, hogy kezdheted enélkül, meg úgy is lehet, hogy nincs pengéd, nincs HP-d, nincsenek csármjaid és lelked? Mi a fene? Hát de hogy? És ha azt mondod, hogy begin, akkor mi van? Miért raknék bele ilyen bindingokat? Annak mi lenne az értelme? Na most erre ránézünk, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy bemegyünk ide és mi fog történni. Szóval aláírtam a saját pusztulásomat ezzel. Ezeken a szent harcokon keresztül hangolódunk rá a királyság leghatalmasabb lényeire, belép tél ezen a kapun, és ezért kihívtad a királyság isteneit magukat. Úgy gondolod, hogy te felérsz ehhez a Pantheonhoz és a mestereihez? Hát akkor vedd elő a fegyvered. Hülyék hülyéje. És légy átkozott az arroganciád miatt. Igen. Ez egy Vengefly King. Le lehet esni? Vigyázzunk. Ezt kellene egy long nail. Nagyon jól célzok. És ilyenkor életre hív egy ilyen kiskunát, aha. Ez jó volt, ezt kellene megjátszani innen is. Nem találtam el. És most ezzel... megnyugodni látszik, most jön Grooze Mother. De ehhez nagyon erős vagyok ám, hát persze. Ha így ütöm, akkor vége van. Ez több szinten keresztül fog menni, és kik azok ott hátul? Végigmész a játék bosszain, azt mondod? Szegény False Knight. Ó, hát ez szuper kemény ez a... utalációnk így.
pengék, meg az erősítéseink, meg mindenek nagyon erősek így. És még lehetne tovább is tolni. Grimm is ide kerül, ha Bronnak adtad volna a múltkot? Igen. Az istenek közé. Ezt a bosst én nem is láttam. Ezt nem is ismerem. Ez hol lett volna? Én azt hittem, hogy ebből csak a kicsikkel kell szembenézni, mert... Ha, és ennyi volt, és mehetsz tovább. Mi van még? Hornet! De hát ez a level 1-es kihívás akkor így, és ez így nagyon egyszerű nekem. Másik szólában nem teszem be a neve. Igen, igen, Grimm Pass-ban van biztosan. Kicsit, egy kicsit meg lehet pihenni, úgy látom, és le lehet ülni, lehet csármokat beállítani. Hát nekem vannak azért most ide betéve Compass, Sprintmaster, egyik sem kell. Inkább lehetne helyettük valami értelmesebb, mondjuk egy Longnail, egy... vagy egy Tubs. Nem, a gyorsabban hílelő például, a Quick Focus. Aha, az sok, sokkal jobb lenne, ha ez nem lenne ott a Gathering Swarm, ugye. Quick Focus-szal, ja. És most ezután jön a második szint, vagy mi ez? Ez Gorb. Hány ilyen lehet vajon? Fura egy lény vagy te, Gorb. Erre kell vigyázni, amikor lejön a földre. Ezek most a Dreamfight-ok sorrendben? Mr. Kaki Galacsin. Pedig nem találtak el a Kaki Galacsinok ennyire. Hát tudok gyorsabban healelni. Nagyon jó. Megállított a healing közben. White Defender azért sokkal erősebb volt ám. Nem játszottad ezt a részét a játéknak? Nézd, valaki ott hátul. Olyanok, mint hogyha ilyen higher beingek lennének. Vagy istenek, vagy... Fele tudja. Ez a dash, ez marha jó. Az igen. Kicsit megcsapott, nem? Brooding Mavlek. Jaj, Mavlek. Olyanok a csúl, hogy nem igaz. Bírja? Nem meghalt? Ott volt a HP-m is elég rendesen. És ez kicsoda? Ez a God Seeker. Azt mondja, hogy miért jöttél be ide? Azt mondja, hogy
nagy zavargásokat okoz ennek a, ezeknek a harcoknak a hangja? Az isteni rezonanciákat kioltják, amikre ráhangolódtunk? Meg akarod akadályozni a szent célunkat? És végig akarsz menni egy ilyen őrületen? Imádkozunk, hogy az istenei ennek a királyságnak... Ha! Büntessenek meg, írtsanak ki, és teljes mértékben pusztítsanak el téged. Igen? Nada viszkalak! Akkor menjél csak tovább. És akkor az jó istenek majd téged jól megvernek. És itt imádkozik a Hello Nest isteneihez, hogy mutassák meg az erejüket. Ők... majd hozzá hangolják magukat, és még magasabbra másznak fel. Szia! Nélmester Oró következik. Soha nincsen vége. Micsoda fájtok egymás után, tök jó. Ennyi. Most jön a testvére. Oró és Mató. A Nélmesterök. Iszonyatos csapkodás, iszonyatos szétverések. Most menjünk hílelni. De szerintem én most megerősödött kissé, nem? Én is meghajoltam előttük. Utánunk jön a mester? Nem tudom. Megcsináltuk a mester Pantheonját. De hát ez nem volt nehéz. 9 perc alatt. Lehet, hogy úgy kellett volna csinálni, hogy a... Hű... Hogy ilyen bindingokkal, hogy ne lehessen hílelni, meg ilyesmi. Tehát, hogy minél magasabb szinten teljesíted, annál királyabb vagy. Mit kaptunk ebből? Csak annyi, hogy gratulálok, teljesítetted, viszontlátásra, achievement. Utána kell néznem, hogy mi lesz ennek az egésznek az értelme, hogy az ember miért is küzd ide bent a Pantheonban. De hát figyelj, szét lettek darálva, tehát ez az erőtrinket meg a leg, tehát a Pure-nél, ez iszonyatosan nagy damage. Szerintem más színű nagyobb kihívás. Hello, Land Tune Gods. Szóval ő is az istenekre akar ráhangolódni? De mit keres itt a Junk Pitben? És honnan megy innen tovább majd? Hova megy? Mi lesz ebből? Ha megnézzük a mapot, akkor mit látunk most? Hogy lent vagyok a Junk Pitben? Aha, de most nincs nálam a izé. A kompass. És innen pedig a Deep Nestbe kellene elmenni, a Queen Station-től van még 3 darab grab. Fel 2, le 2, az 4, és ezzel megvan az összes grab a játékban, de jó. Akkor megcsináltuk az összes Colosseum harcot, az első Pantheont, legyőztük a Dunk Defender-t, legyőztük a White Defender-t, mindenkit legyőztünk, a Collector-t legyőztük, fú, nagyon sok mindent megcsináltunk a mai kis rövid epizódunkban. Amúgy nem tudom, hogy rövid volt, szerintem 2,5 óra, de rendkívül gyorsan sikerült haladni. Hogyha ez is megvan, akkor ezután mehetne majd a virágnak az elvitele. Ugye, amit itt vettünk fel, innen kell elvinni a virágot, egészen... Hát figyelj... Egészen idáig. De nem tudom, hogy hol lenne a legideálisabb vonal hozzá. Szerintem itt bent a városban annyira nem kell felkészülnünk a problémákra, talán ez nem egy vészes hely. Itt a gombáknál a fungálvész az viszont az gondot jelenthet. Ott az a mindenféle szar rád robban, az biztos, hogy egy nehéz kihívás, és úgy látom, hogy át is kell mennem, hogyha erről megyünk. Vagy a fog kenyomban, de hát az ugyanaz. Ugyanaz a probléma. Green Path, az már lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb lenne. Metrózni gondolom, metrózhatok a virággal, bár lehet, hogy nem. Tehát lehet, hogy a tremet sem használhatod, és akkor a Blue Lake-en kell átkelned. Átmenjünk a Blue Lake-en, és akkor ott fel kéne mennünk Dirtmouth felé, Green Pass-ból meg inkább lefele, ugye, az egy sokkal egyszerűbb irány volna. Hát meglátjuk, ezt meg kell majd terveznünk, hogy ez hogy legyen, az biztos. Most viszont
Mi következik? Stream vége következik, annyit még meg szeretnék csinálni, hogy lemegyünk az öreghez megbeszélni vele, hogy akkor Mizu. A Grabmasterhöz. Felvenni onnan a zsetont. Hát szerintem ide megyünk Dirtmouth-ba, és hogyha felveszik a zsetont, akkor ki tudjuk váltani már is. Bocsánat, már kezdek fáradni azért. Szia Antal, Bogály, jó pihenés, köszönöm, hogy itt voltál velünk ma. Sziasztok! Hát ezek meg mi van? Mi van ezekkel? Zotte beszélget Brettával, aki el van vörösödve? Hát de ő a mi csajunk volt eddig, te szemét. Szürke herceg. Milyen sok, milyen gondterhelt, milyen sötét. De ez nem az egyetlen veszély, amit le kell legyőznem a küldetésemben, hogy dicsőség legyen, vagy valami ilyesmi. Elérjem a dicsőséget. Észrevetted ezt a trófát, ugye? Ez a végső csatámnak a trófája, ami mélyen alul zajlott a föld alatt. A Life Endernek egy újabb áldozata lett, és hihetetlen, extatikus újongásban volt a tömeg. Ja, Istenem. Te hazudik mindenkinek, Zotta. Miért hazudsz? Hogy minek köszönhetem ezeket a hihetetlen győzelmeket, ahogy mondtam korábban, a kulcsa az én személyes filozófiám, az 57 receptus az Zotténak. Szia, Nice Chillax. Igen, tehát az arról szól, hogy mindig nyerd meg a csatáidat. Hogy a másik 56 micsoda? Hát... Sosem hagyd nekik, hogy kinevessenek. A hülyék nevetnek mindenen, még azokon is, akik jobbak náluk. De légy tudatában annak, hogy a nevetség az nem ártalmatlan, úgy terjed, mint egy fertőzés, hamarosan mindenki nevet majd rajtad. Azonnal a forrására kell lesújtanod. Meg... Ha? A harmadik az, hogy mindig legyél kipihen. Hallod, most el fogja mondani mind az 57-et? Amikor pihensz, a tested megerősödik és megjavítja magát. Minél többet pihensz, annál erősebb leszel. A négyes, felejtsd el a múltadat. A múlt az fájdalmas, és arra gondolni, az csak szenvedést hoz neked. Gondolj inkább valami másra, mondjuk a jövőre, vagy valami ételre. Az ötös az, hogy az erő legyőzi az erőt. Nem tudod megcsapni, ha az ellenfeled erős, nem számít. Győzd le őt a te erőddel, még több erővel, hamarosan legyőzetik. A hatos, válaszd meg a saját sorsodat. Az öregek azt tanítják, hogy a sorsunkat mielőttünk írják meg, amikor megszületünk. Én nem értek egyet ezzel. A hetes, ne gyászold a halottakat, amikor meghalunk, jobbá változnak a dolgok nekünk, vagy sem? Nem lehet megmondani, úgyhogy nem kellene gyászolgatni, ünnepeljünk inkább. 8-as. Egyedül kell utazni. Nem bízhat senkiben, senki nem lesz hűséges. Senki nem lehet az állandó társad. A 9-es. Tartsd tisztán az otthonodat. Az otthonod az, ahol a legnagyobb kincsedet őrzöd, saját magadat. Ezért mindent meg kell tenned, tiszta legyen és szép legyen. A 10-es preceptus. Legyen a fegyvered mindig éles. Meggyőződöm, hogy is ez csak így mondja a magyar szerintem. Mindig meggyőződöm arról, hogy a Life Ender az én fegyverem, az mindig éles legyen minden időben. Könnyebben átvágja a dolgokat. Ide jöttem ebbe a királyságba, hogy beteljesítsek egy ígéretet, és most pedig sikerrel is jártam. Amit már nagyon régen tettem, egy ígéretet magamnak a dicsőségről. Dicsőség nekem, Zoténak, a hatalmasnak, sosem mondtam kétségbe magam, sosem álltam meg, és most elértem mindent, amire vágytam. Zoté, mekkora kamu arc vagy? Hihetetlen. Várjál, de Brettát nem lehet? Ó, azt mondja, milyen hősies, milyen gyönyörű. Nem hiszem el ezeket, nem tudom egyszerűen felfogni. Na jó, a következő epizódban megyünk le a Grabmasterhöz, és csináljuk meg itt a baloldali részeket.
Hihetetlen, hogy Zotemikben van. Én nem értem ezt, hogy most ez hogyan alakulhatott így? Ez most neki a király endingje, vagy hogy mondjam? Tehát, hogy neki akkor a questlánya az így ért véget? Vagy most nem verhetjük laposra? Vagy nem is kellene laposra verni? Hagyjuk, hogy ilyen legyen? Tényleg rengeteget pofázik. Igaza volt Kendálynak, vagy 2000 sornyi szövege van. Több, sokkal több, mint minden más együttvéve az egész játékban. Remélem, hogy tetszett nektek ez a hatalmas nagy harcolós epizód, most aztán tényleg keveset utaztunk és rengeteget küzdöttünk a játékban. Marhára élveztem, szerintem nagyon-nagyon jó volt, és nagyon örülök neki, hogy mostantól kezdve akkor megvan a legerősebb fegyverünk is már. Ennek a sebzése az, nem is tudom, hogy hányszorosa az alappengének, de biztos vagyok benne, hogy jó sokszorosa. A damage-e? 21. Aha, és az alappenge az 5. És ezt a 21-et toljuk fel, szerintem 32-re. Hát akkor kapásból egy jó, több mint 6-szor erősebb, mint az alappengéje a karakternek. Azért az nem semmi 600% damage. Lakásán van valami szobor Zotéról, azt olvastam. Lehetséges. Majd utána kell mennem, hogy működik Zotének itt a questje, vagy most lehet, hogy lemaradtunk valamiről, vagy nem tudom. Minden esetre, hogyha a kedves vodnézőknek tetszett ez az epizód, nagyon hálás volnék, hogyha nyomnának egy tetsziket vagy egy feliratkozást az algoritmus érdekében a csatornánkra, hogyha pedig támogatni is szeretnék, hogy itt lehessünk minden este, és csinálhassam nektek ezt a rengeteg-rengeteg végigjátszást, kihívásokat és mindeneket, akkor arra is van lehetőség ott a leírás gombra, vagy a... van ilyen több gomb, oda kell kattintani, azt hiszem. Köszönöm a csatornánk patronusainak, Szilajkának, Barkatának, Oldburklának, Feketereteknek, Szuzinak, Jonesutyinak, Pukibubinak és Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak és Bradacs B-nek, Bekkának, köszönöm Zsolt B-nek, Viktornak, Lódernek és Goremnek, K. Péternek, Jonninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének és Vitamin SC-nek is, köszönöm Grundárnak, Dark Dawnnak, Kat81-nek, Dearknak és Deftornak, köszönöm Dominiknek, Spektrálnak, Inter, Cizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzúnak, Trilobitának, Sir Lófinak, Korinak, köszönöm Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Eirengárdnak, Esztibornak, Engábornak és Babhercegnek is, és Haxorznak, Vordamnak, Sessannak, Benesannak, Zsé Istvánnak, Sarumunnak, az Astromókusnak és Kulerznek, köszönöm szépen Ninjakalnek, Varvajknak, Filvinek, Emilnek, Emhajnalnak, Gutixnak, az 57-nek és 58-nak is, a Névteleneknek, köszönöm a YouTube-os támogatóinknak, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek, Butchernek, Bernadettnek és Aplós Gameplaynek, és köszönöm az xzone.hu-nak, amiért támogatják csatornánkat mindenféle menő dolgokkal. Hogyha kíváncsiak vagytok a Patreonra, annak linkjére akkor ott küldi Mókibot, és hogyha az xzone-ra vagytok kíváncsiak, ott a merch termékekre lehet ennek a kódnak, ennek a kuponkódnak a beírásával 10% kedvezményt nyerni, a Mókás 10. Ja, ez a kuponkód. Szóval, ja. Nem tudom, mindent elmondtam és felfáradtam. Úgyhogy jó éjszakát, szevasztok, csáá!